Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel elérkeztünk. Lehet, hogy a csatornám még nem is volt, nem nagyon emlékszek, hogy lett-e volna draft videó. Összegyűjt egy pár darab draft tokenünk, fogunk próbálkozni 128-es ratingű draft kihívással. Nézzük is, hogy sikerülni fog esetleg akár elsőre ez a dolog. Mindenféleképpen itt ebben a videóban beszélgetni fogunk most egy pár dologról is, mert amúgy folyik az EB is. Ezek a felállások nem a legjobbak, bár mondjuk most így hirtelen nem tudom azt, hogy melyik felállás lehet-e nekünk most a legjobb. De próbáljuk meg a három védőset először. Szóval folyik közben az EB, jönnek ugye ezek a upgrade-elős kártyák, közben Beth Middel kezdünk. Ugye upgrade-elődik minden nap ezek ugye, ezek a lapok. Azért egy ikont is hozzunk akár, mert hogyha jönnek egy ilyen Path to Glory-s lapok esetleg, akkor ők ugye alapból kettes ratingen vannak. Úgyhogy nem tudom, remélem srácok, hogy tetszik nektek ez a sorozat. Megnézzük, hát ha tudunk esetleg több ilyen részt is hozni nektek. Mindenféleképpen írjátok le, hogy esetleg szeretnétek valami különféle draft kihívást látni a csatornán. Írjátok meg mindenféleképpen a véleményeteket a való életben lévő EB-ről is, meg ugye a csatornán megyeget csinálgatunk, egy ilyen EB-s saját sorozatot, remélem az is tetszik nektek, azt is próbálom minden nap felrakosgatni ugyanabba ugyanazokat a meccseket, mint a való életben, ugye a meccsek alapján. Nekem eddig nagyon-nagyon tetszik az EB, van egy-kettő rosszabb meccs, de amúgy annak ellenére szerintem majdnem minden meccs úgymond jó. Meg amit még akartam mondani nektek srácok, amiről beszélni szeretnék, hogy ugye mondtam, hogy ugye a streamek is ugye most látjátok, hogy kevesebb stream van, meg a YouTube-on is ugye jelenleg csak ezek a EB-s videók vannak. Most bepróbálok rakosgatni egy ilyen draftos videót is, miközben megkapjuk Mudrikot, és ő ugye alapból fullos kemi stream van. Szóval mindenféleképpen közben jön egy Chuamani is, őt inkább kiveszik, mert ő is full chemistry lesz, mint hogy kivegyük ugye azért a leggyel nagyobb ratingű lapot, így nagyon jók is vagyunk. Szóval streamek is most így nehezen vannak, mivel ugyebár EB is van, és igazából IFC, hát mindenki látja valószínűleg azt. Többen is írtátok Discordon is, meg ugye Discordon szoktunk is beszélgetni, hogy milyen ez a játék. Hát jelenleg nem sok minden húz ebbe a játékba engem vissza. Úgyhogy más játékkal lehetne streamelni, más játékkal lehetne játszani, de úgy vagyok vele, hogy inkább EB-t nézek, meg ti is valószínűleg inkább EB-t néztek, mint hogy én most játszok egy másik játékkal, de mindenféleképpen lesznek más játékok is. Jude Bellingham pedig, az a baj, hogy nem fog tudni megérkezni a csapatba, mert ez így nincs meg a chemistry. De mindjárt megpróbálkozok valamit összerakni, srácok. Right winget tudom ezt játszani, csak sajnos chemistry-nk se lesz a legtöbb, ezért lehet, hogy Messi-t hagyjuk ott. Ide behozzuk a Messi-t, ide behozzuk a Bellingemet, de az a baj, hogy így se lesz ratingünk. Úgyhogy, az Owen tud right midet játszani, meg itt megcsináljuk a padot is, de sajnos valószínűleg, hogy ez az első draftunk ennyi volt. Ebben a videósorozatban a meccseket nem játsszuk le, nem fogjátok látni azt, hogy én lejátszom a meccseket. Ez egy ilyen, csak ilyen kihívásos dolog, hogy mit sikerül összehozni. Úgyhogy az első draftunk egyet hoz, a Messin még full chemistry is lesz, de az első draftunk az úgy néz ki, hogy ugye 128-os draft kihívást csinálunk, és csak 125-ös lett sajnos. Nézzük is a következőt. Nézzük is a második draftot, ugye még mindig a 128-os kihívást csináljuk. Valószínűleg, hogy ebbe, vagy ezekbe a videósorozatokban ilyen három darab draftot fogunk megpróbálni. Nézzük is a másodikat, legyen egy 4-2-3-1-es felállás. Jó lenne akár több ikont,
új ikont, vagy több ilyen új lapot berakni a csapatba, mert ugye bár azok full chemistry vannak a legtöbb alapból, tök jó, nekem amúgy tökre tetszik, és ott is van az első Schmeichelünk például. Nekem tökre tetszik ez a promó, hogy mindenkinél így több chemistry van, meg hogy ugye csapatok alapján, meg a játékosok, hogyha debütálnak a meccseken, meg ezekre oda kell figyelni. Ezeket a live lapokat én mindig is nagyon szerettem. Szerintem amúgy mindenki szereti így követgetni ezeket a csapatokat, játékosokat, főleg amikor ilyen nagyobb események vannak, mint például az EB, vagy VB, vagy ilyenek. Itt amúgy ez tök jó idáig ez a draft, bár mondjuk vannak bajok, az biztos. Kiveszem inkább a Cserkit, legyen inkább ratingünk jelenleg, mert van egy-kettő ikonunk most már, és most rontottuk el az egészet valószínűleg, hogy nem vettem ki az ikont, mert így nem lesz chemistry fullos. Hát, ja, ez így probléma, azt hiszem a Talicskának fullos chemistry-je van, mert ő is ugye radioaktív. És ott is a Stoichkovunk, na eddig annyira nem rossz, kéne nekünk egy right back, kéne amúgy középpályás is kéne nekünk, meg CB is valami jobb. Ott is van a Zidane például, a Zidane azt hiszem, hogy ide be tud jönni Camnak, nagyon-nagyon jó. Valahogy ezt a 128-es draftot nem tudom, hogy mennyire lehetséges megcsinálni, bár mondjuk láttam egy-kettőt már, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a legnagyobb, amit lehet összerakni jelenleg. Amit még ugye akartam mondani, az az, hogy... Hogy mit is akartam mondani? Hogy ugye jelenleg nem is nagyon játszok ezzel a játékkal, nem is nagyon, hát ide lehet, hogy a Károlyt kéne kivenni amúgy, és így lenne chemistry-ing, meg ugye az a nagyobb rating-i. Szóval ezzel a játékkal most nem is VL-eztem, nem is rivals azok, nem is nagyon csinálok semmit, úgyhogy ezért nagyon sajnálom, hogy nincsenek annyira streamek például. De mindenféleképpen írjátok meg azt is kommentbe, hogy nektek mi a véleményetek jelenleg erről a játékról, mennyire játszatok ezzel a játékkal, meg igazából azt is írjátok le, hogy esetleg, ha valami változtatnátok ezen a csatornán, vagy ugye ti dönthetnétek azon, hogy milyen tartalom legyen, akkor mit szeretnétek szívesen látni ezen a csatornán. Mert a ti véleményetek is ugye mindig nagyon-nagyon számít. Hát valószínűleg, hogy ez a draft se lesz az, ami nekünk kell. Bár mondjuk a rating meg a csapat az nem néz ki rosszul. Bár mondjuk nem is jól, az a baj. Összerakjuk a padot. És valószínűleg, hogy megint valami hasonló lesz, mint az előző. Szerintem, bár mondjuk most lehet, hogy több chemistry-nk lesz. Más nem tudunk, ott a CB-n meg a egyik camunkon ment el. A Kvárácska nem tud camot játszani, nem tud sörnös camot játszani. A Stoichkov se tud camot játszani, meg a Forlán se tud camot játszani. Hát, ja, sajnos ez így ennyi lesz. Ide meghozunk, nem tudom, hogy kinek nincsen chemistry-e. A Smallingnek nincsen chemistry-e. De nem is, de lesz, jó van. Roy Hodgson! Meghozza a 33 chemistry-t, és így hát 126-os lett ez a draft. De nézzünk egy utolsó draft kihívást erre a videóra, mindjárt folytatjuk. Harmadik lehetőség, nézzük, hogy 128-as draftnál tudunk-e jobbat csinálni. Amúgy megpróbáljuk ezt a 3-4-3-as felállást, és amúgy egy kicsit beszéljünk is így az EB-ről, ugye azt hiszem pénteken kezdődik a Copa America, de most ugye folyik már az EB. Amúgy úgy majdnem a legtöbb meccsen úgy az a csapat nyert, akinek úgy alapból így első ránézésre kellett nyernie. De most ugye tegnapi nap, ugye ez a videó, inkább a Savicert veszük ki, ez a videó ugye kedden kerül föl, azt hiszem YouTube-ra, meg most ma is ugye kedden veszem föl ezt a videót. Úgyhogy a tegnapi nap történt egy kis ilyen meglepetések ugyebár, mert a belgák is kikaptak, meg ugyebár előtte, hát Románia is okozott egy kis meglepetést, nem gondoltam volna, hogy a Románia fog meglepetést okozni, és nem gondoltam volna, hogy a Románia fog az első két góljával körülbelül
majdnem, hogy az egész EB legszebb két gólját rúgni. Úgyhogy tényleg ti is írjátok meg a véleményeteket róla, lehet, hogy nem az Oblakot kellett volna kivenni, mert az Oblaknak van nagyobb lapja. Mi kéne nekünk? Ő tud CB-t játszani? Tud CB-t játszani. Vegyük ki őt és rakjuk be CB-be. Addig az a baj, hogy mindegyik ilyen draft, főleg ezek rontják el, ezek a gold lapok. Úgyhogy ja, vannak nagyon-nagyon jó gólok is szerintem ezen az egész EB-n. Akkor nagyon jó meccsek, például nyilván volt egy-kettő, ami nem volt a legjobb, mint például az angol meccs. De amúgy szerintem tök jó az egész jelenleg. Az Endoy azt tud másik oldalon játszik? Tud, nagyon jó. Nagyon jó, még egy CB kéne mindenféleképpen. Hát az nem az. Kiveszik a Valverdét, bár mondjuk lehet, hogy nem őt kellett volna, mert neki van nagyobb ratingű lapja. Mittelst tett meg a Charlton, az a baj, hogy a Charlton nem tud izét játszani. Most lehet, hogy most rontottam el, és az Endoy nem tud right, nem tud. Igen, most rontottam el. Be akartam rakni a Mittelstet ott left midbe, és az Endoyt pedig left wingbe, és így rontottam el most az egészet. Az baj, az probléma. Az hatalmas probléma. Mindegy, egy kapus kéne nekem, meg egy jó CB. És akkor talán feljebb tudnánk húzni a ratinget is. Mert ez így valószínűleg, hogy megint nem lesz meg, de Hinkapi lehet, hogy fel tudja húzni itt a dolgokat, meg hogyha kapuba kapnánk mondjuk egy ikont, vagy egy Schmeichelt, vagy valamit, akkor az talán jó lenne. Létszi valami jó kapust itt a végére. Hát ez nem az. Az nem az sajnos. Az sajnos nem az, Zettner. Hát valószínűleg, hogy ez se lesz jó. Mármint ratingben, meg ilyenekben. Azért megpróbáljuk itt átpakolni a dolgokat megint. És mondom még egyszer, remélem tetszik ez a kis draftocska. Mert lehet, hogy még amúgy nem is volt a csatornán egyáltalán soha. Mindenféleképpen mondom, kommentben várom a véleményeteket az EB-ről. Véleményeteket ugye a mi kis EB-s sorozatunkról. Meg igazából, hogyha valamit szeretnétek látni a csatornán. Igazából én nyitott vagyok mindenre, azt mindig is mondtam, hogy akármi lehet, és még nincs is meg a fullos chemistry-nk sajnos. Úgyhogy 125-ös draft sikerült így legutoljára. Tényleg srácok, mindenféleképpen, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha nem lennétek még. Találkozunk a következő videóba. Legyetek jók, sziasztok!